Elindult az újabb kampány, május 25-én ugyanis európai parlamenti választás lesz. A pártok már gyűjtik az induláshoz szükséges aláírásokat. Magyarország összesen 21 képviselőt küldhet Brüsszelbe. 35 párt indulhat a május 25-i európai parlamenti választáson, és több jelölő szervezet már át is vette az ajánlóíveket, megkezdődött az aláírások gyűjtése. Magyarország immáron harmadik alkalommal delegálhat képviselőket Brüsszelbe. Május végén azonban nem csak nálunk, hanem az Unió mind a 28 tagállamában döntenek az európai parlamenti képviselőkről. Az EP választás arányos választási rendszerben listás szavazással történik. Listát csak bejegyzett pártok állíthatnak, két vagy több párt közös listán is indulhat. Vendégem a stúdióban Pelcné Gál Ildikó, a Fidesz alelnöke, Európa parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen érzések kavarogtak önben, amikor ott állt Orbán Viktor mögött és bejelentették a győzelmet? Hát nagyon jó érzés volt, végig követtük nyilvánvaló az eseményeket, és nagyon jó volt a visszajelzés ott az emberek részéről, a választóink részéről, érezni a bizalmat, a lehetőséget arra, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát, és egy erős felhatalmazással tudjuk folytatni. Lehet többféle módon választást nyerni, de az, ahogyan sikerült a választók jóvoltából 6-án ezt megtenni, azt gondolom, hogy ez példátlan. Biztos volt ebben, vagy volt kétsége? Az, hogy milyen lesz a részvétel, és körülbelül mit várhatunk, én a tekintetben biztos voltam, hogy kiváló jelöltjeink vannak. Azt is láttam, hogy nagyon eldurvult a kampány a finisében, és nagyon erős, lejárató kampány volt, amire a jelölteink talán nem tudtak megfelelően válaszolni, vagy úgy gondolták, hogy az eredmények majd önmagukért beszélnek, és nem kell ezzel foglalkozni. Ez meglátszik azokban a körzetekben, ahol elveszítettük, vagy úgy tűnik, hogy elveszítjük az egyéni mandátumot. Összességében az az eredmény, amit viszont elértünk 4 év kormányzás után, úgyhogy hát 2010-ben egy olyan válságot kaptunk örökül az előző szocialista kormánytól, amiből látszik, hogy más országok ki se tudtak kerülni, hát Görögország a trojka segítségével nem bír kikerülni, és nekünk sikerült stabilizálni egyrészt a pénzügyi helyzetet, a gazdaságot növekedési pályára állítani, munkahelyeket teremteni, az inflációt csökkenteni, a munkanélküliséget csökkenteni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó eredmények. Ami viszont a szavazatok különbségét jelenti, nyilvánvalóan eközben lettek sértett csoportok, lettek sértett emberek, vagy éppen olyanok, akik nem értek rá akkor élni a demokratikus jogukkal, nem mentek el választani. Egy fordulós választás, lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy majd a második fordulóba kapcsolódnak majd. Sokféle szempont lehet, de ez az eredmény, amit elértünk, ez tényleg történelmi abban a tekintetben, hogy újrázni tudunk. Az, hogy 2010-hez képest ilyen eredményeket sikerült elérniük, ahhoz kellett a kétharmad? Én azt gondolom, igen. Tehát az, hogy egy közjogi rendszert át tudjunk alakítani, az, hogy egy alkotmányt meg tudjunk határozni, annak az alapjait le tudjuk fektetni, az, hogy egyáltalán ezt a válságot ilyen módon, ilyen határozottan lehessen kezelni, ahhoz kellett a kétharmad. Ez egy versenyelőnyünk volt az elmúlt 4 évben. És látszik, hogy ezt a versenyelőnyünket érezték az ellenfeleink is, és ezt szerették volna bebizonyítani, hogy nincs is ilyen. Azt szerették volna bebizonyítani, hogy 52%-kal értünk el eredményt, de ez nem kétharmadot ér, és a békemenetbe bizonyította, hogy bizony ez kétharmadot ér, és nagyon nagy a támogatottságunk. Tehát ez nagyon nagy siker, dolgok. Nagyon nagy siker volt ez a kétharmad, nagyon nagy lehetőség, de egyben nagyon nagy nem felelősség szokásos. Is. Hogy érzi, hogy mennyire tudták kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket az elmúlt 4 évben? Az, hogy a alapjaiból tudtuk a rendszert felépíteni, a közigazgatási rendszertől kezdve, és egyáltalán azt a gazdaságpolitikai gondolatmenetet végig tudtuk vinni megalkuvás nélkül,
nélkül, ami most a lehetőségeket jelenti majd a következő évben, ehhez kellett a kétharmad. És most mennyire lesz szükségük a kétharmadra? Mennyire volt fontos, hogy a kétharmad is meglegyen azon túl, hogy megnyerték a választásokat? Én nem tudom, hogy most meg lesz-e a kétharmad. Megvan-e a kétharmad? Tehát vannak még olyan körzetek. Mekkora jelentősége van annak, hogy most megvan-e? Nem hiszem, hogy jelentősége lenne a kétharmadnak. A támogatottságnak van jelentősége, az, hogy a választóink bíznak bennünk, és a munka folytatására kértek bennünket. Ennek van jelentősége. Hogy ezt kétharmaddal tették, vagy nem kétharmaddal, én nem tartom ezt olyan fontos kérdésnek. Mert... Hogyan értékeli a kormányváltók és a Jobbik szereplését? Hát ez a kormányváltók, ez nagyon érdekes tömörülés. Ők maguk se hitték el, hogy van erejük kormányváltásra. Nem is hiszem, hogy komolyan gondolták a választási programjukat sem, mert hogy olyanokat fogalmaztak meg benne, ami nyilvánvalóan nem Magyarországról szólt. Tehát egy adóemelés, pénzügyi helyzetnek a rendbetétele és a többi, ha egy kicsit is megnézték volna az Európai Bizottság utolsó előrejelzését, akkor látták volna, hogy nem azokról a számokról beszélnek, ami a magyar valósággal egyezik meg. Tehát ők szerintem csak azért csoportosultak, hogy Orbán Viktor ellen kössenek szövetséget. Igaziból sosem akartak kormányozni, mert nem is tudtak volna kormányozni, hiszen a programjaik alapvetően nem egyeztek meg. Másrészt azért nem kell elfelejteni, hogy ők juttatták oda az országot, ami miatt egy ekkora örökséget, egy ekkora terhet cipeltünk a hátunkon, és alig tudtuk ezt a terhet lehámozni magunkról. Tehát egészen az élet igazságtalansága lett volna, bár lehet, hogy néha igazságtalan az élet, de hogyha újra lehetőséget kapnak a múlt emberei, hogy újra tönkretegyék mindazt, amit sikerült 4 év alatt felépíteni. Tehát róluk sokat nem tudok mondani, és nem is igen szeretnék. Látom, hogy a választás másnapján már egészen más elképzeléseket mondanak. Sőt, az európai parlamenti választáson már nem indulnak együtt, már külön fognak indulni, kisebb csoportosulásokat tesznek, tehát nem érzem súlyos kérdésnek. A Jobbiknak a térnyerése az egy másik kérdés. Én nem tudom úgy értékelni a Jobbiknak a szereplését, ahogy ezt Vona Gábor megtette. Azt gondolom, hogy valójában arról van szó, hogy egész Magyarországon majdnem kiegyenlített volt a Jobbiknak a szereplése. Igaz, hogy egyéni körzetet nem nyertek, de a Dunántúlnak jelentős részében is hatalmas erőt képviselnek. Ez az előretörés egy kicsit aggaszt. A tekintetben, hogy a Jobbik programja sokszor inkább a szétverésre irányul, mint az építkezésre. Ön Európa parlamenti képviselőként hogy látja azt, hogy nagyon sok uniós támadás érte Magyarországot, például a rezsicsökkentés az alkotmány kapcsán? Mennyire csitultak el már ezek a brüsszeli felhangok? Hol tartunk most? Mindig is lesznek ellentétek közöttünk, hiszen Brüsszel azt szeretné, hogy simuljunk bele az ő válságkezelési technikájukba, sújtsa megszorítása a családokat, és ne kérjünk szolidaritást se a bankoktól, se multinacionális cégektől. Az lenne a legjobb és legkényelmesebb Brüsszelnek, ha mindig azt tennénk, amit ő mond. De nem mindenható. Nem hordja a bölcsekkövét Brüsszel a zsebébe. Látszik, hogy a válságkezelésnek a módját sem találta el. Megszorításokra épülő válságkezelés soha nem fog lehetőséget teremteni. Ezt a 4 év nagyon szépen beigazolta is azt is, hogy Brüsszel az alkalmas arra, hogy érdekellentétek esetén megbeszéljük egymással a dolgokat, képviseljük az érdekünket, ehhez viszont jó képviseleti demokrácia kell, és ehhez kellenek a megfelelő európai parlamenti képviselők. Ugye közelednek az Európa parlamenti választások, és José Manuel Barroso ugye elsőként gratulálta a magyarországi választásokhoz Orbán Viktor miniszterelnöknek, és Joseph Daul az Európai Néppárt elnöke is gratulált, és ő azt is hozzátette, hogy az európai választásokon a Fidesz megismétli a sikert. Mire számítanak? Nagyon fontos, hogy az Európai Néppárton belül a Fidesz nagyon jelentős súllyal jelenik meg. Nagyon fontos szereplője az Európai Néppártnak. Nem véletlenül figyeltek a magyar választási eredményekre, mert azt szeretnék, hogyha a Fidesz ugyanezt meg tudná ismételni majd május 25-én. Tehát fontosak vagyunk az Európai Néppárt számára, fontosak vagyunk Joseph Daul számára, aki a néppártnak az új elnöke lett,
és fontos, hogy mit fogunk tudni majd eredményként felmutatni. Ettől lesz erős a frakciónk, vagy éppen nem lesz erős a frakciónk. Van egy elég jól meghatározott, körülírt programja a néppártnak, amit folytatni szeretne. Ez egyértelműen gazdaságpolitika központú program, a gazdasági növekedésről szól és munkahelyteremtésről, ami tökéletesen illeszkedik a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek a programjához, és az eddig folytatott útnak a további folytatásáról szól, amihez megkaptuk a néppártnak a támogatását is. Ön azt mondta, hogy kulcsfontosságú lehet a 2014-es EP választás, ugye az EU-szkepticizmus miatt. Milyen irányt vehet ez? Nagyon félnek az Európai Parlamentben és az Európai Unióban is a szélsőségeseknek a előretörésétől. Nyilvánvaló a táptalaj megvan hozzá, hiszen, mint említettem, az Európai Unió és a bizottság nem jól kezelte ezt a válságot. Nem ismerte fel kellő időben a jeleket, és egy Görögországban, ahol a fiatalok munkanélkülisége 60% fölötti, egy Spanyolországban, Olaszországban, Írországban úgy gondolják az emberek, hogy az Európai Unió nem értük van, hanem esetenként ellenük, és nem is érti meg a problémáikat. Ez nyilvánvalóan a szélsőségeseknek a térnyerését fogja növelni, úgy jobbról, mint balról. Tehát az európai választások miatt, az európai parlamenti választások miatt, annak kimenetele miatt aggódnak, mert egy parlamenti munkába egy szélsőséges előretörés nem az építkezés, hanem a szétverés irányába vinni az Európai Uniót. Én nem mondom, hogy minden tökéletes az Európai Unióban, de azért vagyunk ott, hogy jó irányba vigyük a dolgokat, és kellően tudjuk képviselni az érdekeinket. Az érdekképviselet nekem nem arról szól, hogy szétverek egy rendszert, hanem egy rendszert úgy próbálok igazítani, formálni, hogy abból az én hazámnak legyen a legnagyobb profitja, és ő élvezze a legtöbb előnyét ennek. Mondjuk a gazdasági válságot említette, akkor ezek szerint hazánk jól tette, hogy nem azt a fajta válságkezelési technikát alkalmazta, amit az EU javasolt, hiszen akik azt tették, azok mind elbuktak. Abszolút jól tette. Ezt a 4 év ez tökéletesen bebizonyította, hogy az IMF által diktált megszorításpolitikával, amihez beállt az Európai Bizottság, nem lehet a válságot megfelelően kezelni, és ezeket az országokat, a zónán belül, az eurozónán belül is, ahol ilyen válságkezelési módok voltak, gazdaságilag megfojtották, elvették a növekedésnek a lehetőségét, az erejét vették el ezeknek az országoknak, és egy gazdasági teljesítmény nélküli országot újabb és újabb hitelek felvételére kényszeríteni, amit nem tud visszafizetni, és ezeket a hiteleket viszi maga előtt, és állandóan átrendezgeti, ezek az országok most nem tudnak 5-ről a 6-ra lépni. Nem véletlen, hogy a zónán belül egy sokkal erősebb gazdasági koordináció van, nem véletlen, hogy bevezetésre került a tranzakciós adó a mi bankadónkhoz hasonlóan, nem véletlen az sem, hogy egy bankszanálási rendszer kerül kialakításra, mert hogy a további banki feltőkésítéseket nem bírja el az Európai Uniónak a gazdasága. Sok olyan lépés jött, ami az átláthatóságot növeli, ami az elszámoltathatóságot növeli, ami a felelősségvállalás növeli, és ez helyén való, mert hogy a felelősségről szól az Európai Unió politizálása is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.